ő, ez nem az ő ötlete. Remélem ezért nem hanem. Ez a Universe X Special Spidey, az ugye az a Hawk. Hawking. Szóval ez egy nagyon érdekes képregény. Ebből nekem ez a borítóval, meg ez a fekete-fehér legjobb, és ez. De ha meg lenne mindhárom, az kb. Olyan 100 000-es nagyság lenne a három együtt, hanem több. Ha együtt adnám el, szerintem akkor még akár több is. Viszont ez egy nagyon érdekes képregény, ugyanis ebből mind a három verzióból van olyan verzió, amiben nincs benne az a dolog, ami a következő oldalon lesz, ami miatt visszahívták és bezúzták, az pedig konkrétan ez a könyves polc. Ez a könyves polc. Aki tud angolul, és nem tud viszont olvasni ez ilyen csúnya betűket, ezt az Elmio Drom, aki ennek a képregénynek a kihúzója volt, írta bele a könyves polcra, mint könyvcímeket. Itt van lefordítva, hogy az emberek is értsék, hogy pontosan mi van odaírva. Ez a Bob Harris pedig a Marvelnél volt editor, azaz szerkesztő, és hát ez az Elmio Drom nem igazán szerette őt, és ezért szépen betette ebbe a képregénybe, ide a hátsó részbe, a könyves polcba, egy háttérben. Most ide nagyjából az van írva, hogy hát még vannak-e azok a gyerekek? Hogy hát ez a son of a bitch, ez magyarul a kurva anyádat jelenti. Tehát itt nagyjából arról van szó, hogy jó is, hogy a Bob Harris elment, haha, mert egyébként is egy nagy faszkalap volt nagyjából. Ezt tudnám, én tudnám most így hirtelen nyersen lefordítani. Ez a képregény megjelent, és az egyik legritkább lett utána, ugyanis nem sok van belőle. Nekem évekbe tartok, mire olyan állapotot szerez. Azóta egyébként már nyárt több a kezembe, de évekbe tartok, mire olyan állapotot szereztem, ami nekem megfelel. És hát ez a verzió a legritkább, ez a kettő verzió, de én úgy vettem észre, hogy ez a verzió a legritkább. Ez eleve limitált, ugye DF, ez a Dynamic Forces dolog, nincsen rajta a pecsét semmi, nincsen rajta ár semmi, ez így néz ki. Ez ugye rendes boltban is kapható volt, de ez a kettő, ez ilyen nagyon limitált dolog volt. Ez egy olyan $100 már el lehet passzolni, ez már olyan, hát azt, hogy elpasszolni mennyire lehet, szerintem olyan 200-300 körül dollárért is akár, de ez is akkor így van. Úristen, még mennyi van. Hát igen, ez ugye egy egyszerű, egyetlen egy szó miatt lett visszahívva. A kike, ez a zsidó nemzetségre nézve rasszista kijelentés került bele véletlenül a képregénybe. Ez is itt van egyébként a dobozban, viszont ezt úgy magyarázta ki a Marvel, hogy killert akartak írni, tehát gyilkost oda. Ugye itt a Sabertooth az a kartfog, a Wolverine az a kart, a rozsomák patkasnak az ellensége, a legnagyobb ellensége. Ugye itt rámondja, nem is azt mondja, hanem gondolja ugye a rozsomák. Hát ez szerintem egy elég durva dolog, de valahogy mégiscsak bekerült ez is. Aztán nyilván bezúzták ezt is, de ezt is könnyen lehet szerezni, tehát hogy nem küldték vissza az eredetet. Ez egy kevésbé érdekes dolog, ez egy 2001, az biztos, hogy rossz, szóval, jó, meg ez is rossz, tehát hogy na, ez nem ez az. Ez a Legion of Superheroes, de ez 2011-es. Ez egy 100 oldalas cucc, majd fogták magukat, kiadták úgy, hogy rosszul vannak benne a fejezetek sorrendben. Úgyhogy fogták, bezúzták, visszahívták, és kiadták nemrég újra fehér logóval, ugye ez az egyetlen különbség köztük. Ezek a kevésbé érdekes okok. Találkoztunk egyébként ezzel a sráccal, de nekem már alá volt illatva a képregény, a Kieron Gillennel, és ez egy egyetlen egy karakter szintén. Ez az ötös szám, viszont a vonalkorban valamiért a négyes szerepelt, és ez mindössze ennyi. Ennyire szól. Viszont ezt a képregényt ajánlom bárkinek, mert ez egy rohadt jó képregény. Hát ez meg csak egy rossz copyrightot tettek be, ugye ez egy közös képregény a DC-vel, a nem tudom mivel, ez egy újrakiadás, és rossz copyrightot tettek be. Hát ez egy, egyébként ez nincs is meg nekem, és nem is kell, mert egy hülyeség az egész.
rossz borítópapír. Ez is csak egy ilyen, mi matra nyomták fényes borítópapírra. Ezek már érdekesek. Ezek nem hivatalosak, viszont ez 2001-ben jelent meg, és kapaszkodjatok meg, szeptember 12-én. És szeptember 12-én oda is van írva, sikerült nekik megjelentetni, és a hidegráz egyébként ettől. Mindig. Ugyanis olyan, mint a bizonyos helyzetekben, ugye, mintha előre meg lenne, hogy mi fog történni. És leginkább ezt a képregényekben látom. Amikor megnéztem a V mint vérbosszú filmet, ugyanazt lehetett látni, és most az én ilyen, nem is tudom milyen ilyen üldözési mániámat lehet most meghallgatni. Tehát amikor ezt megnéztem, és pont akkor volt ez a, nem tudom, hogy a Malac Baci volt éppen, vagy az előző, tehát olyan sertés influenza, hogy érte? Hogy az is, hogy megnéz az ember a filmet, és amit ott játszottak velünk, amit a kormány, Európa, stb. Játszott velünk, az ugyanolyan volt, mint amilyen abban a filmben. Csak nem jutottunk el addig, hogy tényleg kiírtják a filmet, és, vagyis vélambriát nem tudják, hogy ez szerintem egy nagyon kurva dolog, és nem tudom, hogy hogy történnek ilyen egybeesések. Ez a képregény is itt van egyébként, és ha meglátjátok a következőt, vagy az azután következőt, nem tudom, hogy jön sorba, az is egy nagyon-nagyon durva. Ugye itt azt azért nem kell gondolni, ez a World Trade Center, ez a LexCorp ikertornyok. Na de hogy pont akkor egy nappal később adják ki, nyilván ezt korábban írták, meg rajzolták ezt a képregényt, de ezek ilyen rossz, hát azért is írtam, hogy rossz van, rossz időben. Ugye a Captain America, még mindig nincsenek gyerekek? Jó? Ez a rosszkor, rossz időben kettő. Ugye ez egy nagyon faszakis Captain America képregény, egyébként rohadt jó ez a képregény széria. És ide szépen betettek ide ilyen táblákat, amik az akkor, a 2009-2010 körüli, hát na megpróbálom elmagyarázni. Bár lehet, hogy valaki tudja ilyen amerikai jelenkori történelembe. Szóval ezek mindenféle dolgok miatt tüntettek. És leginkább szinte vicces magyar vonatkozás.